Elektromos autók tankolására szolgáló töltőállomást adtak át a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren. A fejlesztés a Budapest Airport és a főtaxi együttműködéseként jött létre. A töltőponton egyszerre 3 autó tankolása lehetséges. Csak nem fél óra alatt már 80%-os töltöttségi szintet lehet elérni. Egy teljes töltéssel a jármű összesen 120 kilométernyi távot tud megtenni. Kilométer hatótávot érzett még. Most, ahogy látszik, itt vagyunk kint a repülőtéren, a pufferparkolóban 119 kilométert jelez. A villámtöltőhöz szükséges infrastruktúrális fejlesztéseket a repülőtér üzemeltetője vállalta, míg a berendezés telepítését a főtaxi támogatta. A főtaxi ZRT, a környezetvédelem, az e-mobility és a green porták, a green autók részeként örömmel ruházott be a repülőtéren. Ez immáron a második elektromos töltőnk. Magyar vállalkozásként külső erőforrások segítsége igénybevétel nélkül telepítettük a töltőket. A Budapest Airport 2 éve hozta létre a Green Airport elnevezésű környezetvédelmi kezdeményezést, melynek fő célkitűzése, hogy a repülőtéri társaságok és partnerek összehangolják fejlesztéseiket. A Green Airport programnak kiemelt területe az elektromos mobilitás elterjesztése. Ennek eredményeképpen már ma is mintegy 30 elektromos jármű közlekedik a repülőtéren, belső forgalmi területeken és külső területeken egyaránt. A repülőtér forgalma a tavalyi évben elérte a rekordszámú 11 millió fős utas létszámot, és a szavazatok alapján Kelet-Európa legjobb repülőterének választották. A színvonal megtartása érdekében több fejlesztés is folyamatban van. Az elmúlt évben a parkoló kapacitását bővítették, míg jelenleg egy 50 milliárd forintos beruházás keretében egy repülőtéri szálloda, valamint utasmóló kialakítása van folyamatban.